Szefi Sándor, Arany Lacinak, Laci, te hallod? Jel ide! Jel, ha mondom, rontom-bontom! Ülj meg itt el az öremben! De nem occal, mert különben megtalál Laci. Így mi? Ugye fáj? Hát ne kiabálj! Szájadat beted, s nyisd ki füledet! Nyisd ki azt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedre. Egy kis tarkaletke. Tarkaletke, kis mese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajuszos, mit csinál? Elment a kúthoz, de nem volt visszavedelbe. Kapta magát, telemerte, s vajon minek merítette meg azt a vedret? Tám kertet kéne meglocsolni? Ihatnék. Nem biza. Telt vederrel a kezében, a mezőre baldak szépen. Ott megáll, s körülnézett. Elnye vajon mit szemlélhet? Tám fényes téli már. Hisz olyat már sokat látott, vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát. Vagy azt az embert, ki amotta kendet, áztatóba hordja. Arra sincsen gondja, mire van hát, ebugadtál. Már csak megmondom, mi vége, nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge, s hűmi fürge, mint szalad, pillanat. S oda benn van, benn a lyukban, a mi emberünk serest. Oda nyarga legyenest a lyuk mellé, s beönté a vedel vizet. Torkig tele lett, szegény kis ürge, egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is ártázott. A lyuk szája nyakon csipték, nyakon csipték, hazavitték, s mostan itt van karjaimban. Mert fürge pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony.